zuhanyzó. Már az előzetes nevezések alapján is sejteni lehetett, hogy a 16. szombathelyi Sri Chinmoy maratonon népes mezőny áll majd rajthoz. A viadal reggelén azonban az óriási hőség ellenére még olyan sokan jelezték az indulásokat, hogy végül több mint 100-an vágtak neki a parkerdőből induló háromféle versenytávnak. Mi a Sri Chinmoy nevet viseljük ezzel a maratonnal, és az ő szellemiségében itt az öntúlszárnyalás a fő üzenete ennek a rendezvénynek. Tehát, hogy próbáljunk egy picit többet kihozni magunkból, mint tegnap, mint korábban sikerült. Akár csak az előző esztendőkben, idén is szinte az egész ország területéről érkeztek sportolók a szombathelyi viadalra. Ennek legfőbb oka a rendezvény családias hangulatában rejlik. A futók az egy külön kis közösség, az ilyen teljesen más közösség. Olyan mindenhonnan jövünk, mert vagyunk most Vonyac, Keszthely, Szombathely, bárhonnan jönnek, Pestről jönnek, mindenhonnan jönnek, és olyan ezeket az embereket csak versenyen látja az ember, és mégis annyi közös minden van, amit lehet beszélni. Idén három táv közül választhattak a versenyzők. Lehetett maratont, félmaratont és 5000 métert futni. A szervezők ezúttal sem fukarkodtak a díjakkal, elismerésekkel. Minden induló oklevelet kapott, az összesen 14 kategória legjobbjai pedig érmekkel gazdagodtak a remek hangulatú verseny végén.